Nagy szeretettel köszöntelek titeket ezen a dharma beszédbe vezetőn. Vajon miért fontos ennyire a tiszta, tükörszerű tudat? Amikor kimentem és leültem oda a fűszerkert mellé, akkor ránéztem az ott döngicsélő méhekre és darazsakra, és az jutott eszembe, hogy vajon miért félünk tőlük? Miért félnek a darazsaktól és a méhektől, hiszen ők csak a dolgukat teszik. És ha mi félelemmel vagy agresszióval közeledünk feléjük, akkor azt megérzik és viszonozzák, és lehet, hogy meg is csípnek minket, vagy elmenekülnek. És vajon, hogyha az állatok ennyire megérzik azt, hogy mi milyen érzésekkel közelítünk feléjük, akkor az emberek, akiknek milliónyi idegsejtjük van, és minden porcikájuk arra van kihegyezve, hogy befogja a világ történéseit. Vajon miért nem vesszük észre, hogy ennyire hatással vagyunk egymásra, hogy ennyire érezzük egymás kimondott és kimondatlan érzéseit? És ha már csak ennyi motiváció kellene ahhoz, hogy gyakoroljam a zent, nekem már ez is bőven elég lenne, hiszen ha már meg tudnánk akadályozni, hogy amikor közeledünk a másik ember felé, akkor szenvedést okozunk neki, vagy boldogságot és harmóniát, és azt is meg tudnánk akadályozni, hogy ő se okozzon nekünk szenvedést, akkor ez szerintem egy óriási motiváció. Ennél talán több nem is kell. De vajon mi emberek miért mindig az egyszerű utat választjuk? Mindig a külső környezetben keressük az okokat és a megoldásokat. Azt szeretnénk, hogyha lenne egy varázspirulánk, és egyszerűen csak bevennénk, és már is jobban éreznénk magunkat. És nem kéne semmit változtatni, mehetnénk tovább úgy, ahogy felépítettük a kis életünket és a rengeteg kis hamis illúziót az én képünkre. De vajon, ha lenne egy ilyen pirula, annak mi lenne az ára? Mert lehet, hogy egyszer tényleg lesz, de biztos, hogy lesz következménye, hogyha valaki egy ilyet bevesz, hiszen ez nem megoldás. Ezzel semmit nem érünk el, csak azt, hogy a kis játékainkat folytatjuk, amíg valami szörnyűség nem történik majd az életünkben. És éppen ezért én iszonyatosan hálás vagyok Szunyimnak, hogy elhozta az ENT, és itt is tartotta Magyarországon. Mert én is végigjártam ezt az utat 20 éves koromtól kezdve, hogy kerestem a megoldást kívülről mindenféle étrendkiegészítővel, étkezéssel, mindenféle hamis internetes gurunak, aki valami nagyot mondott, vagy valami olyan könyvet olvastam, amitől egy ideig jobban éreztem magam, de egyszerűen ezek csak részmegoldások voltak, és aztán rá kellett jönnöm, mióta a zent gyakorlom, hogy egy tökéletesen felépített én képem, amit iszonyatosan szeretek, és aprólékosan dolgoztam rajta az életem folyamán, hogy ez az, amit igazán félek elveszteni. És nem a mély csípéstől félek, hogyha jön egy mély, hanem attól, hogy elvesztem azt az önképet, aki valójában én vagyok, aminek magamat gondolom. Mert hogy az igazi énemet nem tudom elveszteni. És ha ez a zene nem jött volna az utamba, akkor lehet, hogy még évekig keresgettem volna. És még így is, hogy ezen a háromnapos elvonuláson Szunyim és én köztem kimondatlan kis játékok voltak, és folyamatosan gyomorgörccsel küzdöttem, amikor egyszer-egyszer rám nézett, vagy a Kóan interjúra bementem, és mindig próbáltam visszatérni a tantien középpontomba, és megtartani azt a tiszta tudatot. De még így is, hogy itt vagyok és gyakorlok, még így is sokszor nagyon nehéz. Nem beszélve arról, hogy ha hazamegyek a családomhoz, ahhoz az élethez, amit erre az illúzióra, erre a hamis önképre húztam fel,
és ezért nagyon hálás vagyok nektek is, hogy itt gyakorolhatok veletek, mert az otthoni gyakorlás az habár nagyon fontos, de negyed annyit sem ér, mint az, hogy itt együtt, és mindenki ugyanazért a célért dolgozik, és még ha nem is a egymás problémáit próbáljuk megoldani, de az a tér, amit itt teremtünk egymásnak, és az a kitartás, amit egymásból merítünk, az tényleg fantasztikus, és ezért kimondhatatlanul hálás vagyok nektek. És kérlek, gyertek máskor is gyakorolni, és én is, amikor tudok, és a családom még jó szemmel nézi, akkor fogok jönni hozzátok, és segítek itt is, és otthon is, amiben tudok. Köszönöm szépen.